Halló, halló, sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna Ébajatik Faktor sorozatának legújabb része. Mindig ezt mondom, de rájövök utána rögtön, hogy miközben mondom igazából, hogy ha egymás után nézi valaki, akkor mindig az van, hogy ó, mindig a legújabb részt nézi. Legalábbis mindig ezt mondom. A számozást meg nem tudom egyszerűen megjegyezni. Túl sok sorozat van ahhoz, hogy tudjam, hogy hanyadik rész után hanyadik van éppen. Na minden esetre, itt vagyunk a kutatólaboros túlélős játékunkban. És kaptam egy olyan információt az egyik nézőmtől, aki jobban odafigyelt, mint én, hogy a kis állatkánknak nem ezt a Entaverse búzát akartam adni. Hangya univerzum? Talán így lehetne nevezni. Apró univerzum, lehet ez lenne a jelentése. Mert ugye ezek ilyen angolul jut eszembe a másik esetleges megfelelő nevük, a pocket dimension, az a zsebdimenzió jó formán. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy ezt kéne odaadni a gyerkőcünknek, nem pedig azt, amit múltkor adtam, szóval nézzük meg, hogy mit mond erre. Így, hát egyet megevett. Nézzétek meg, milyen boldog. Mert hogy kell legugolni így. Így, hát kapja a másodikat. Elméletileg, hogy négyet kell odaadni neki. Így, hát ez szeret minket. Át tudjuk nevezni. Mi legyen a neve? Ó, nem lehet A betűt. Ó, értem. Ez nem túl támogató jellegű. A kedves készítőktől. Nem lehet ékezetes betűket. Legyen a neve akkor Cat. Nem tudom. És nem jutott eszembe semmi neki. Tessék, kapsz megint kaját. Ó, nem bírtam. Erjátok. Össze is szedtem itt a cuccait. Rossz gombot nyomkodtam. Tessék, kapsz újra kaját. Hihi, örül neki. Allow cage return. Follow. Hihi, meg lett simogatva. Mit ad nekünk az, hogyha követsz minket? A utóbbi időben sokat armáztam, ezért nyomkodom az X-et, meg az Y-t, meg az ilyen olyan dolgokat. Nem látok semmit, amit így pluszba adna. De tudod mit? Örülünk neki. Aranyos, az a lényeg. Lehet, tudom, hogy lehet velük dolgokat csinálni. Például elméletileg lehet áramot termeltetni vele, ha jól emlékszem. Ami nem tudom, hogy nekünk megvan-e. Minden esetre feloldottunk egy pár dolgot. A grinder, hát ez nagyon kreatív nehézségű, hogy mit kell belerakni. Néha nem értem, hogy miért úgy van az egész összerakva, hogy nagyon egyszerűen össze tudod rakni. Miért nincs azért egy-két plusz dolog, amit így bele tudsz rakni, hogy legyen egy kis játék vele. Minden esetre, ez egy 45 sebzésű fegyver, és tudunk hozzá készíteni lőszert, ami ez igazából csak metal scrap kell, meg ribar. A metal scrap azért kicsit nehezebb, de abból is azért relatív tudunk egész sokat gyűjteni. Itt van egy szóhelmet. Na, ez már valami. Látjátok, ez valószínűleg ez kell hozzá. Szerintem egy prizma, meg ragasztó. Eltaláltam. Csak kilogikáztam. Ezt össze is tudjuk rakni. Ezt nem tudom, hogy miért jó nekünk, de össze tudjuk rakni. Látjátok, erre is azt mondja, hogy peccary. Azt mondja, a helmet made from the head of a purple peccary. Szóval egy lila pekarinak a fejéből készült. És ugye ez egy nagy lila pekari kutyának, értitek? Jaj, de buta vagyok, a kicsit nem nevezik pekarinak. Csak én kezdtem el mindig pekarinak nevezni őket. Tudod mit? Átnevezlek, gyere ide. Nem nevezlek át, mert nem lehet már átnevezni. Ó, akkor gyere, visszaraklak itt a kis tartócskádba. Ezt ide lerakjuk, így. Oda be, nézd, oda. Egy. Oké, okay, ne keves. Úgyni. Újra nevezünk. Pekari. Ez lesz a neved. Kicsi pekari leszel. És kiengedünk. Ahogy. Jaj, de kis aranyos. Gyere, köves még továbbra is. Megnézzük, hát ha tudsz valami hasznosat is csinálni majd, miközben követsz.
Erre kíváncsi vagyok, hogy ezekkel a hálókkal tudunk-e még valamit kész csinálni azon kívül, hogy lefogjuk a kis állatokat. Ez nem tudom, miért van ez a kettő kijelölve. Ez micsoda? Water filter. Ó, tényleg ilyet szereztünk. Top a barrel, to purify liquid. Meg tudjuk tisztítani a vizet vele. Igaz? Á, security botot kéne ölnünk. Mert még ehhez a löveges cucchoz is kéne. Jó, a mai nap akkor robotokat fogok gyilkolni. Hogy el tudjuk készíteni a dolgokat. Carapace, sabatons. Oké, hát ez is nagyon kreatív elkészíteni. Ez mit csinál? Mi ez? Aha. Ez mindenféle ellenfeles anyagokból elkészült páncélzat. Azt mondja, hogy sebzi az ellenfeleket, amikor megütnek minket közel. Az a set bónusza. De nem tudom, hogy mit raksz mellé. Ja, ez lesz a kesztyű. Ezt a kesztyűt fogod mellé rakni. Azért váltok le róla, mert amikor éppen elkészítetted, akkor fekete marad ez is. Ez jó, mert ez 2x16 armor, ez 32 páncélzat összesen. És nekünk most van 28. Ezek itt a lábvédőnk, meg a karvédőnk, az összesen véd 14-et. Kéne, van egy achievement arra, hogy egy teljes szettet megcsinálj. De nekünk ebből még nem jött össze a teljes páncélzat elkészítése. A Forge Armor szettet össze tudnám rakni. Ami nem rossz egyébként, jó, jó a Forge Armor szett, ezt el tudjuk készíteni? Ezt el tudjuk készíteni, ebből készíts egy 4-et. Mert ebből nagyon nincsen nekünk. Úgy, nem az kell. Menjünk a fegyverekhez, és akkor úgy könnyebben megtalálom. Itt van. És akkor air compressor, abból egyet már el is tudtunk készíteni, hoppá. Hotwire kit, meg battery. Ott van az akkumulátor. Na takarodj. Á, nem találtam el. Itt van az ipari akkumulátor. Ez kéne nekem. És ahhoz meg ilyen kompresszor kell, ahhoz meg ilyen kaniszter. Ha jól tudom, a kaniszert a izéből szedjük. A tűzoltókészülékből. Itt meg a hotwire kit, ez a kocsihoz kell majd. Ez, ja, jók vagyunk belőle, csak még mindig ez a kaniszteres dolgunk kéne. Ez micsoda? Laboratóriumi égető. Ilyen, tudjátok, amivel alágyújtod a kis fiolákat. Ez valamihez kelleni fog nekünk, valamilyen... valaminek az aktiválásához ott kinn a pályán. Ez a hotwire kit. Tű, ez nagyon sok minden kell. Jó, minden esetre, hát nekem most kellenének csippek, szóval értitek. A scrap pest lookalike will serving no real function at all. Nem tudom, hogy mi kellhet még. Ahhoz, hogy ilyen áramtermelős akkumulátorosdikat tudjunk csinálni. Farming, food, látok, itt van a light and electricity. Pest, jaj, itt van a pest wheel. És akkor egyedül egy pest trap kéne hozzá. Az első pekarinkat, az berakjuk egy ilyenbe? Az kicsit vicces lenne. Hol vagy Kett? Vagy pekari? Jó, beakadtál. Hát az felettébb szerencsétlen, tudod mit? Új feladatot kapsz. Kapsz egy ilyen kereket. Dolgoznod kell. Ide rakjuk le ezt a kereket neki. Úgy, né? Back. A tamed pest must be present. Az baj, ezt fordítva laktam le szerintem. Valami kinyílt. Leják, te vagy az? Vagyunk zárva, itt nem tud kijönni. Fentről félek, én attól félek egyedül, hogy innen fentről tud bejönni. Itt. Tudjátok, itt van egy ötletem, hogy ezt hogy akadályozzuk meg. Ezt hozd ide. És ezt behelyezzük ide elé.
Így. És akkor nem tud bejönni. Szerintem nem fog tudni bejönni. Nem tudom, hogy mikor volt az utoljára az, hogy jött a léjek. Ezek meg kifogytak a vízből. Na, jaj, tényleg nézzük akkor meg, hogy tudunk-e vizet önteni nekik így. Ó, tiszta víz kell. Hát, az kellemetlen. Hát, az igazán kellemetlen. Minden esetre... Jó, hát ez el is fogyott. Itt sincs tiszta vízünk. Így még jó, hogy ez a víztisztító az jön. Mert most fogytunk ki az összes vízből. Ez hogy érzi magát? Ez szó-szó, mindegy, a maradékot beöntjük oda. Na jó van, gyere, gyere Pekarikám! Gyorsan gyere le. Ezt meg akarjuk fordítani, bár egyébként azt mutatja, hogy a másik oldal az eleje. De azért akarom megfordítani, mert itt van a konnektor. Ó. Várjunk, hát ezt így nem tudom feltölteni, mert onnan a izéből ez gyűjti az áramot. Így. Hol vagy, kis Pekari? Ó, beszállt. Lol. ezt most hogy csináljuk? Szerintem nem termel annyit, hogy fenntartsa éjjel-nappal. Megnézzük. Na, fogy-e az áram? Az a kérdés. Ha általánosságban véve nem fogy, hanem tölti, akkor az nekem teljesen jó. Ja, tölti. Ó, viszont elfáradt. Aha. Jó. Akkor nekünk be kéne fogni még egy párat. Mert ő maga egyedül nem fogja fenntartani az éjszakai állapotot. Ellenben viszont arra tök jó, hogy egy kis extra energiát termeljen, tudjátok, az éjszaka folyamán. Úgy. Azt nézem, hogy a konnektor mennyire tölti fel. Szó-szó egy picivel gyorsabban. Jó. Mi van még itt? Van még bármi, amit nem raktunk össze? Ehhez mi kéne nekünk? Ez a kaniszteres dolog. Ebben nem tudom, hogy lehet-e esetleg több... Bár el tudjuk készíteni, a rákér, ne csinálnám meg. Gyere csak. Hogy nézel te ki? Mutasd már magad. Csű! Hát ezt aztán be lehet dugni sok irányba. Hogy dugod be magát az eszközt viszont? Ez Isten volt már megint ez. Valami kinőtt mi? Aha, ezek kinőttek. Jó, nem gyűjtjük be. Ameddig nincsenek begyűjtve, addig ugye nem fognak fogyasztani vizet. Vagy sokkal, de sokkal... Valami kitört egy ajtót. Itt lesz valami ellenfél itt mellettünk. Nem. De utálom, amikor ilyen random hangokat hallok össze-vissza. Ó, itt van egy konnektorunk. Ami abszolút fel van töltve. Ezzel kipróbálhatjuk. Azt mondja, hogy innen megy tovább ugye ide. Aha, szóval egy alulról dugja be. Valami kinőtt. Tomato. Cool. Jó, ez jó nekünk, mert ez csomó mindent rá lehet dugni. És szerintem az egy nagy előnye, hogy szerintem ezek az elosztók is számítanak arra, hogy mennyit dugsz rá egy akkumulátorra. Arra lennék még kíváncsi igazából, hogy én most ezt innen kidiszkonnektelem. Ez fogyaszt-e áramot össze önmagában az akkumulátor? Mert ha igen, akkor ugye az is egy előnyünk, hogy ugye ez kevesebbet fogyaszt egyedül, mint sem az összes többi, mit tudom, 4-5 darab, ami lent van. Úgy döntöttem ahelyett, hogy itt megvárom, hogy ez így leszívja magát, vagy nem szívja le magát. Helyette inkább addig itt hagyom, aztán majd visszajövök később. Vannak ilyen lámpáink, meg vannak ilyen karunk, ami nem tudom, hogy miért jó. Ah, hogy le tudod kapcsolni valaminek az áramot.
Azt mondjuk nem tudom, hogy miért jó nekem, de valószínűleg valamiért jó lesz. Jó, szóval nézzük, mi van itt nálunk. Vannak ilyenjeink. Ezt be kéne bontani. Egyet, ha megtartunk, az tök okés. Nagyon tele vagyunk cuccokkal. Nem baj, legalább ezek meg vannak oldva, tehát van ilyen kaniszterünk most. Ide mehet minden, ide mehet minden. Nem tudsz... Hopp, ezt dob be oda. Úgy. Aircom kompresszor is itt van. Innen át kéne raknom ezeket például. Ezt nem tudod átrakni? Na azért. És itt csak az ilyen nyersanyagokat itt hagyni. A ruha, meg a táska, meg a fegyverek, azok is jöjjenek el innen. Sortod. Ja, ez az átrakós, ez nem az a sort, ez a sort gomb. Így. Jó, ez lőszer. Ezt is elvesszük innen. Ez egy screwdriver. Azt is elvesszük innen, mert azt hiszem itt van egy dobozom. Igen, itt van neki hely. Jó. Ide áthelyezzük ezeket a bútorokat, amik voltak éppen tök felesleges, hogy tároljuk őket, de mindegy, tekintsünk el ettől most. Itt mi van? Hát az Anvil az szerintem nem ide kéne, hogy kerüljön. Inkább ide kerüljenek a fegyverek. Meg a lőszer. Ez marad, marad, marad. Jó. De egy nagyobb doboz kéne. Kele is van. Mit mondjak erre az egészre? Egyszerűen annyi cucc van nálunk. Ezt jó lenne használni, ezt a Pekari Clubot, de viszont ugye nem bírom. Ó, itt is van Fire Extinguisher. Tudod egyáltalán? Nem tudod használni. Akkor dobjuk be ide a raktárba. Úgy. Ide. Menjen ez be. Ahogy ne. És közben leszállt az este. Igen, szóval van akkor robotokat kéne szereznünk. Ami... Jaj, ne fázzál, léci, kapcsolod ezt be. Robotokat kéne szereznünk. Illetve... akkor át kéne menni az egyik dimenzióba. Azt hiszem az a dimenzió, melyik ködös volt. És ott van Nachos, elméletileg. Az egyik nézőm szerint van. És én 90%-ig hiszek benne. It's absolutely Siberian. Jaj, nem kell itt fázni, ne csináld már. Istenem. Ó, de megijedtem a robottól. Hol vannak ezek az elektromos sok trapjeink? Egy tudom, hogy kim van. Egy kim van, de azon kívül nem láttam mást. Nem. Vagy valahova... Várjátok, lehet, hogy ide fent van. Valahova leraktam volna, és nem emlékszem rá. Itt van. Itt van. Itt van a izé mellett, hogy legyen egy kis extra világítása. Jó, újakat fogok készíteni. Ó, itt jön a lélek. És szerintem a izén rácson keresztül nem is számít, hogy nézem. Rám rohan, lehet, hogy besikítok egy pillanatra. Hú, jó, megállt. Csak most nem mehetek oda közel hozzá, mert különben megöl. Viszont, mire jöttem rá. A X-ray-es gununk, ez. Csak nagyon sok minden kéne, hogy elkészítsük. Menjél vissza. Mennyi kell ebből? Egy. Minden esetre... Hű, elfogyott a vasunk. És kettőt megcsináltam, de ez lehet, hogy nem a legjobb. Viszont lejárt az energiánk. Ez a Project Matrixot kéne szereznünk. Jó, eltűnt. És ide szimplán lehelyezni. Ugye áram alá kell rakni ezt a cuccot. És hát ahogy látjuk, hogy jön, kinyitni az ajtót neki, és rá lelőni vele. És elméletileg szerintem elteleportál, illetve hagy nekünk akkor egy olyan
Leia keszencet. És a shock trap az nem működik rajta, erre most így rájöttem, ahogy néztem. Ez nem merül, nem meríti ez az elosztó. Jó, az jó nekünk. Ó, most nem is tudok új cuccot készíteni. Ah, feküdjünk le aludni. Azon gondolkodom egyébként, hogy szerintem nem is harcoltunk robottal, mióta ennyire jól vagyunk felfegyverkezve. Tehát lőfegyverre még nem nagyon harcoltunk úgy, hogy a robot ellen. Hú, mondjuk azok a nyersanyagok, amikből készítem az ilyen lőszereinket, meg mindenféle hasonló dolgokat, amiket felhasználunk jóformán. Azokban most egy kicsikét úgy érzem, hogy azért fogyunk. Hol van weapon? Nem mondod, hogy itt vannak a fegyverek? Na, azért itt van. Tehát a papírból például folyamatosan kifogyok, és most már lassan a szögekből is ki fogunk fogyni. De ez viszont kelleni fog nekem a robot ellen. Kezdjük ezzel. Ez végül is nagyon közel van. Ezt kicsit sajnálom, hogy ennyire szét kell ütögetni, és nem lehet azt, hogy... Ah, gyere támadj! Bár beláthatjuk annak is, hogy egy bizonyos sebzés alatt nem tekint minket tényleges veszélynek. Hát azt kapta. Már most látszódik rajta a sebzés, szerintem ez relatív hamar meg leszünk ezzel. Meg kéne nézni egy nagyobb robotot, tudjátok, ami a másik helyen van. Tudjátok, arra a robotra gondolok, amelyik ugyanilyen, csak sokkal agresszívabb. Jaj, nem aktiválódott. Au. Nem baj, kis erőnövelés. Majdnem megvan. Ó, tudok erősítést. Na, mindegy, lelőjük inkább. Ez sokkal gyorsabban ment, mint ugye általánosságban szokott. Mutasd csak. Így ott a security bot. CPU. Jaj, de jó. Ezt megisszuk. Ó, és ebből metal scrap-et kapunk. Hát akkor úgy fogom inni ezeket az innivalókat, mint annak rendje. Ezek is kellenek, mert ezekből is jó sokat felhasználtam az utóbbi időben. Metal scrap is mindenképp. Ja, el kéne menni és akkor egy olyan robotot elintézni. És megnézni, hogy mit ad. Lehet, hogy az is csak egy CPU-t ad, de most ugye amúgy is processzorra van szükségem, szóval... Értitek. Itt valószínűleg a metal scrap-et használtuk fel, azért van hely. Ebből a cementből is átrakhatnék teljesen máshova. Meg ez... Hát végül is, nem tudom, hogy elérjük-e fönt. De tudjátok mit? Ezeket most elveszem innen. Fölrakom ide a kertibe. És megnézzük, hogy elérjük-e onnan. Azért nincs olyan messze, de nincs is közel. Hát nekem úgy tűnik, hogy igen, mert 89 darab van nálunk. Nagyon jó. Akkor itt most felszabadult egy kevés hely. Nézzük, hogy miket rak le a kis emberkénk. Jó, ide bemehet ez. Tudod mit? Ezt is berakhatod. Sőt, innen. Átveheted a duct tape-et, és mondjuk azt berakjuk akkor szintén ide mellé. A cementeken is gondolkozom, hogy azok is ide tök feleslegesek. Nem használjuk a cementet. Ebből a szempontból nem kell, hogy sok legyen itt mellettünk, értitek? Mindegy. Maradott bent. Van valami kajánk? Van valami kajánk. Hát
Jó, hát az meg is oldotta az egész éjségünket. 12 lőszer az elég lesz. A javítást akarom. Csak azért, hogy nehogy baj legyen belőle. Illetve ezt elvisszük most. Három trappet viszünk. Hát, ha tudjátok, egy kicsit az az ellenfél tankosabb lesz, vagy valami. Mert amúgy az eléggé rohangál. Szóval biztosabban stabilak legyünk. Egy ne. Tényleg most jut eszembe, a pajzsot berakhattam volna éjszakára, és akkor nem fáztunk volna. Tehát ha ez így rajtam lett volna, csak... Nem szeretem, hogy kitakarja a baloldali képet, még ha tudok is vele védekezni. Itt is itt van? Itt is itt van. Ó, és ilyenkor védekezel. Mert ugye eddig heavy attackot nyomott. Szerintem tök rossz irányba megyek. Ez hova vezet az ajtó? Ajde, följövünk. Nem, az valahol máshova lesz. Minden esetre nem erre a legrövidebb az út. Hanem merre is? Talán erre? Igen, itt vissza az office, az irodának a központi részébe. És aztán ott tudunk átjutni. Ó, hát ez így piszkosul egyszerűbb egy útvonal. Igen, ezt... Erre figyelnem kell, hogy ez mindig legyen bennem, hogy erre kell jönni. Mert erre tök hamar itt vagyunk. Valahol akkor itt van... Hol vagyunk? Lobby? Particle Lab? Azaz? Szerintem nem is ide akarok jönni, nem, tökre nem ide akarok jönni. Gyere ide! Egy ilyet kéne hazavinni, az vajon... Tényleg ez lehet, hogy több áramot termel? Lol, az mekkora király lenne már, hogyha egy ilyet elkapsz, és több áramot tud termelni, mert ugye konkrétan sokkol, ilyen sokkolási cuccat csinál. És szerintem azt úgy csinálja, hogy maga a lény termel áramot így magában, és azt használja fel. Vagy lehet ilyen mozgási dolgát. Minden esetre, hol vagyunk? Vehicle-ot? Nem. X-ray? Nem. Lobby Particle Lab? Nem. Ide akarunk menni. Cheese! Kivédtem, de értitek, annyira nem hatotta meg. Minden esetre ide jövünk. Menj már innen! Ja, ide. Ide jövünk. Ha. Ezt előbb leszedjem? Nem lehet, majd a robot elintézi. Eddig jó? Próbálom, hogy ne nekem kelljen lelőni, de nem találják egymást, mindjárt oda viszem. Hol van a robot? Szerintem megtalálta. Ah, megtalálta. Így ez a robot veszélyes. Hova megy? Ó, fel hozzánk. Íh, az nem tesz jót. Az nem túl jó. Határozottan jobban bírja. Ez a lábtörés nagyon nem kellett volna. Gyere, picinyem, gyere! É, mi az, hogy elfogyott? Mi az, hogy... Ja, nem töltöttük fel. Hopp, elkezdtek harcolni. Íh, szegény! Eltaposta. Hát nézzétek még! Még meg is gyalázta a hulláját.
talán jól vagyok. Ez a lábtörés, bakker. Gondoltam, hogy az magas lesz. Nagyon jól bírja. Most kezdem el látni, hogy, sebezzük. Pedig azért már belelőttünk egy párat. De kéne egyet rakni még följebb. Ez a harmadik itt nem jó helyen van. Nem van, nem jön utánunk? Elveszített minket. Ide. Hova mentél? Gyere, gyere. Jó lesz az. Őszintén szóval úgy érzem egy picikét, hogy ilyennek kellett volna lennie. Az eredeti robotnak. Tehát rögtön a kezdésnél már egy ilyen kellene, hogy legyen a robot. Mert hogy őszintén szóval, na ez veszélyes, a másik az eléggé olyan... Úgy aktiválódott. Helyes. Ezt nem érzem ténylegesen olyannak, tudjátok, ami egyrészt meg tud védeni éjszaka, másrészt meg veszélyes elnézve. Jesus Christ, mennyit bírsz. Ezt lehet, hogy nem is fog újra aktiválódni. Most már igen. Ez rossz! Ez rossz! Pusztulj már el! Azt hittem utolér minket. 0,01 radioaktivitás alatt vagyunk a izé miatt. A kaják miatt. Gyere kedvesem, gyere! Jó lesz, utolsó körök. Azaz! Valamit láttam, valamit kiesni belőle. Ott van egy lila chip. Hát még egyet szerintem ebből nem ölünk meg ebben a részben. Kár, hogy nem ad egy olyan energiacellás duracellt, mint a kis izéink, pekarik. Kis pekarik. Léjak! Oh, jeez. Milyen hangja volt? Na mutasd, mit adsz? Jailbreak, bionic leg. Az mi az Isten? Nem van elképzelésem. Bionikus lábak. Ez is nagyon kreatív összerakást igényel. Azt mondja, hogy erősebb, gyorsabb, és is tudod a maradékot. Így nagyon király, hát akkor kettő ilyet összehozunk, és akkor gyorsabban tudunk mozogni. Az jól hangzik. Akkor csak meg kéne ölni még egyet. Ellenben viszont 8 darab lövésem maradt, és majdnem tönkrement a shotgun. No! Eltűnt mindegyik. Igen, itt erre nem tudunk visszamenni. Pedig azt ott megcsináltuk, igen. Where is it? Where is it? Ezt szét lehet verni? Jól emlékszem, vagy nem? Nem lehet szétverni. Jól van, hát akkor igazából vissza kéne mennem haza. Mi kellett volna még? Ja, hát kellett volna menni a másik dimenzióba, de az nem itt van, nem abban a dimenzióba kell, ami itt van. Amit még tudunk, opp, egy ilyet el tudunk vinni akár. Meg ezeket is el tudjuk vinni, ha már itt vagyunk. Hát, ha más nem, akkor ilyeneket tudunk csinálni, hogy még egy kis lootot hazaviszünk. Ez kész. Ezt itt elhordhatnám, ezt az egész részt. Hey,
beraknom oda. Az nem kell tőle, hát ezeket elvihetjük, nem tudom, hogy... Jó, tele is vagyunk. Lol. Hát akkor sok mindent nem viszünk. Jó, ennyi akkor. Ennyit viszünk haza. Valamit azért bepakoltunk. Van is több lőszerem. Az mondjuk... ciki. Azt hiszem a 8 mm-es... Ez 8 mm-es követel? Nem, 9 mm-es. 9 mm-es, ez azt hiszem nincs is több. Otthon se. Ó, meggyógyult a lábunk. Hála az égnek. Ez a láttöréses dím. Az összes játékban nem szeretem a láttörést. Ez a lassú haladás, ez nem segít nekem. Minden esetre, srácok, szerintem ezt a részt ezzel le is zárjuk. Remélem jó szórakoztatok, és remélem csatlakoztok hozzám legközelebb is. Most úgy ténylegesen így az előre haladásunkban most ennyi fért bele. Sajnos, viszont remélem ez is szórakoztatott titeket. És sajnos még egy pár robotot, sajnos nem sajnos, igazából nekem nincs bajom vele, de egy pár robotot még el kéne intéznünk. Ezt nem tudom esetleg megtölteni, és akkor vinni az a még vizet? Dehogy is nem. Ezt honnan szereztem? Ezt elhoztam az otthoni fazekunkat? Azt mondjuk, egy kicsit fura gondolat. Gondolom felvettem, amikor elfogyott belőle a leves. Na jó van, sziasztok!